elképesztő az egész. Eredetileg 4 gyermekének szeretett volna egy lakást vásárolni Zsoldos Erzsébet, de mint mondja, a gyanúsított meggyőzte arról, hogy a házvásárlásra fordított pénzt inkább fektesse be. Mivel a sértett személyiségfejlesztéssel foglalkozik, ezért jó ötletnek gondolta, hogy a csaló segítségével Abu Dhabiban egy ezzel foglalkozó vállalkozást hozzon létre. Menjünk ki Abu Dhabiba, neki ott ismerettsége van, nekem tudásom van, rakjuk ezt a kettőt össze. Tehát én, mint trénerként, személyiségfejlesztő, coachként, személyedzőként dolgozom. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan ág, ami hosszú távon tényleg nagyon sokat hozhat a konyhára. Zsoldos Erzsébet miután több mint 5 millió forintot kifizetett a csalónak, rájött, hogy valami nem stimmel az asszonnyal, és feljelentést tett a rendőrségen. Egyelőre még egyedül csak őt hallgattuk ki gyanúsítóként. A fehérvári nyomozók a nő Török Bálinti lakásában szerdán házkutatást tartottak, miután a budaörsi rendőrkapitányság járőrei elfogták az 50 éves asszonyt. A gyanúsítottat őrizetbe vették az egyenruhások, és kezdeményezik előzetes letartóztatását. Kiderült, hogy nem egyetlen sértetről, hanem nagyon sok sértetről van szó. Országszerte követett el bűncselekményeket ez az 50 éves asszony különböző sértettek sérelmére, úgy, hogy tévedésbe ejtette tulajdonképpen az áldozatait, és ezáltal különböző nagyobb összegeket csalt ki tőlük. A Török Bálinti nő több bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítható. Volt például olyan férfi, aki pénzt adott neki abban a reményben, hogy kosárlabda edzői állást szerez neki az Egyesült Arab Emírségeken, vagy olyan család, akik lakásvásárlás címen 15 millió forintot utaltak át neki. A rendőrség azonban feltételezi, hogy az elmúlt években ennél több hasonló eset is történt, ami az asszony számlájára írható. Ezért azt kérik a nyomozók, hogy akit a képen látható asszony megkárosított, az tegyen bejelentést a 107-es vagy a 112-es segélyhívó számok valamelyikén.